Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött Nagy Balta Ez az Európai Visszang az Rank plusz Európával és a világgal foglalkozó műsora. Mai és állandó vendégem pedig Szanyi Tibor az iszom elnöke. Szervusz, köszönjük, hogy itt vagy. Jó reggelt, jó napot, jó estét kívánok mindenkinek, ki mikor nézi ezt a műsort, és nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat. És akkor az első bemelegítő kérdés. Most volt május 1 -e szerdán. Te mit csináltál május 1-én a munkaünnepén? Jaj, szóval igen, attól tartok, hogy ez a munka ünnepe, ez nemzetközi értelemben is sokszor elhangzik, de valójában ennek nem ez a neve. Minden esetre, majd mindjárt átérek a történelemre is, csak hadd mondjam el a kérdésedre adott válaszomat, nevezetesen. Kora reggel az ATV-ben kezdtem az Ottani Szigorlat című műsorszávban kérdezgettek. Hát én azt hittem, hogy május elsőjére alapvetően, mert ez volt a téma, de hát azért Magyar Péter jött velem szembe a kérdések szintjén. Utána pedig Vajnai Attilával, a másik ilyen balos munkáspártnak az elnökével, a Magyar, hogy mondjam, Magyarországi Munkáspárt 2006 kötően Európai Baloldal, ez az ő nevük. Nekünk meg igen szolidaritás Magyarországért mozgalom. Igen, nem tudom, hogy miért kell litánia címeket, meg neveket adni a pártoknak, majd lesz ez rövidebb is, gondolom, történelem során. De az a lényeg, hogy ketten egy főhajtásra odamentünk a Városligetbe. Magyarországon a május 1 egyetlen egy emlékműve van, ez pedig a Városligetben egy, hát most meg tudnám mutatni egy fotón a táblát, egy ilyen méretes, kb. egy méter magas, 80 cm széles, ilyen nagy lapos kötömb, sztélának mondanánk ezt angolul, amire rá van írva, hogy a centenárium, tehát 1990-ben, mert ugye 1890-ben volt az első megjelöltetett május 1 Na, a magyar szakszervezetek 1990-ben emelték ezt a emlékművet századik évforduló. Igen, ám csak ugye, hogy mi is volt 1890-ben. Előtte való évben határozott úgy a munkásságnak a nemzetközi titkársága, mondjuk így, a, akkor még komoly munkásmozgalom volt, hogy a csikágói vérengzés emlékére, vagy hát nem emlékére, inkább ugye róla meg emlékezvén. Bár az nem május elsőjén volt, Csikagóban május elsőjén kezdődött a sztrájk, de negyedikén durult el a helyzet annyira, hogy vérbe folytották az egész történetet. Amikor az aranhisták kapcsolódtak. Igen, így van. Tehát ott a rendfenntartók szemben történt egy durva provokáció, gránátot dobtak a rendőrök közé, azok visszalőttek, tehát ilyen egyszerű volt a történet, hát egyszerű. Na, elég az hozzá, hogy a 89. július valahanyadikán kinevezték majd megállapodtak abban, hogy legyen május első egy globális megemlékezés. És egyébként érdekes módon, nem akarom elvinni a műsoridőt erre, de azért ezt muszáj elmondani, mert legalább egyszer hangozzék el ebben az országban, hogy mi a hiteles történet. Például Friedrich Engels, ugye a közismert Engels barátunk, ő, ő óvott attól, hogy egy adott napon lovagoljon a munkásosztály, mindenütt a lehetőségeknek megfelelően intézzék ezt a megemlékezést. Dominánsan egyébként május egy lett, de például az angol országokban így, az Egyesült Királyságban, illetve az Egyesült Államokban, meg Ausztráliában is, ott minden év első, szeptemberének első hétfője a megemlékezés, bár nem feltétlenül munkaszüneti napokkal ezt azért tudni kell. Döntően egyébként minden itt munkaszüneti nap, és egyben ünnepnap. Na most mitől munkaszüneti nap, és ez még egy érdekes történet. Munkat, tehát a munka ünnepét munkanélkül, szóval ez egy, mindenkinek egy ilyen van a fejében. Nem. Ez egy jelképes sztrájk. Tehát a, a, az egész manisága, az amerikai, tehát a chicagói előzmények, a vérbefolytás és az egész munkásmozgalom akkor tehát arról szólt, hogy 8 óra legyen a maximális napi munkaidő. És ez a mai napig így van. Ez, ez, a mai napig sincs meg a 8 óra munkaidő. Mindenütt több. Változó, okomértékben, de jellemzően több. Magyarországon is több, mert mer, mer a kivételek, meg a túlóra, meg a, ez a több. Mondjuk annyi pozitívum van, hogy régen, hogyha de nem akartál 8 órát dolgozni, akkor kitettek most azért a munkajog az tartott, hogyha téged azért rúgnak ki, mert a nyolc órán túl nem akarsz maradni, akkor nem te. Hát neki. azért ki tudnak piszkálni. Na, tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy nem túl orázom", akkor még lehet, hogy a többiek is azt mondják, hogy menj a felébe. Tehát, mert azért van egy, egy nehéz, nehéz történet ez, itt sokkal erősebb jogszabályok kell lennének, és azt azért elmondanám, hogy 1990, tehát a rendszerváltoztatás óta nincs, én nem tudok olyan munkaügyi szabályról, ami a dolgozók számára változott volna kedvés módon Csak a munkaadók számára kedve. Folyamatosan százzával vannak ezek az apró cseprő ilyen változtatások. És a munkaidő jellemző módon ezt. De a, a, vegyük csak a kisvállalkozókat, tehát a önfoglalkoztatókat, stb. Hát azok is jóval többet dolgoznak, mint 8 órát. Mert, mert, mert. Most ennek ezer egy oka van. Na, enél az hozzá, hogy gyakorlatilag az volt a mondás, ez volt az alapötlet, hogy legyen egy olyan nap, amikor piszkosul nem fogunk dolgozni, hogy emlékeztessük ezeket a tőkéseket arra, hogy, hogy 8 órának kell lenni a munkaidő. Tehát ez egy akciónap a maga módján, és nem egy ilyen bursli. Na, erre emlékeztünk meg a magunk is kis fényképezés, barátság, beszélgetés. Oda jött még egy-két szakszervezet egy kicsit később, mi kilenckor mentünk oda, tíz komállat volt ilyen szakszervezet, gyölekező, ez jól esett, ezt örömmel láttuk, de nem mentünk oda a vulslizásokra, amikor egyébként zajlottak a Városligetben. Én eleve undorral fogadom az ilyen, ilyen lufi eregetős, virsli, lóbálós ünnepségeket, ahol egyébként mindenki mondta maga hülyeségét, tehát ugye a dékások is ezért tök retróba adták elő állítólag, most a híradásokból tudom ezeket az ügyeket, meg karlendítés, meg nem tudom. Na, most ezek mind nem kellenek. Tehát amikor eltéved ez az egész dolog, és fogalma nincs semmelyik részvevőnek, hogy tulajdonképpen mi is ez az egész május első, nyilvánvalóan el tud térni. És itt azért szeretném egy picit kárhoztatni a, 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 a szocializmus fedőnéven művelt proletár diktatúra során, ahogy, 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 ahogy ő május elsőjével bántak. Nem egészen alaptalan, de az volt a logika, hogy május elsőjén ö, meg kell ünnepelni, hogy el is értük a nyolconás munka ö, ö, napot. És tényleg így volt, tehát a törvények szerint bevezették Magyarországon a max. 8 óra, és, kivívtuk. és mivel elértük az év tizedek során óhajtott eredményt, mit csináljunk május és mint megünnepeljük a sikerünket. És innen lett ez tulajdonképpen egy ilyen virsli zaválós történet. Amúgy Európában például a mai napig május elsőjétől azért hogy inkább a rendőrség szokott rettegni, hogy mikor melyik szervezet mit művel, és ez, ez egy ilyen magyar történet. Aki Magyarország is majdnem kitörölték ugye a 90-es időkben. után. Például a kokáért, csak egy jellemző módon mond, hadd mondjak két példát, Dániában és Belgiumban se nem ünnepnap, se nem munkaszüneti nap május elsője, de, és itt van nagyon érdekes, Lengyelországban ünnepnap, de nem munkaszüneti nap. Ott még a rendszerváltoztatás után rögtön el is törölték ezeket a dolgokat, és nem sikerült vissza kapaszkodni. Magyarországon szerencsénk volt, mert itt megtartottuk, de Franciaországban, Németországban mindenütt munkaszüneti nap és mindenütt ünnepnap ez az egész történet. Na, elnézést, hogy ilyen sokat vettem igénybe, de úgy érzem, hogy erről kellett egy kicsit beszélni, mert az emberek nagyon összekeverik a fejükbe, hogy mi is az a május elsője. És akkor most fogunk rátérni egy picit komolyabb témáinkra. Összecsaptak a rendőrök a palesztin párti tüntetőkkel Los Angelesben. Ugye az Egyesült Államokban most egy harc alakult ki, egy belső háború az Izraelpárti párti és a palesztin párti tömegek között. Az az érdekes, hogy a legtöbb egyetem, ugye palesztin párti, elképesztő mennyiségű pénzeket kapnak Katarból, Iránból, különböző más közelkeleti arab országokból, vagy nem arab országokból, de muszlim országokból. Te hogy látod ezt a helyzetet? Hogyan lehet képes az Egyesült Államok ezt túlélni? Az Egyesült Államok ugye alapvetően Izrael barát, és a vezetése már 1948 óta Izrael barát, hiszen Izrael az egyetlen demokratikus állama közel kell, az egyetlen állam, ahol érvényesülnek az alapvető emberi jogok. Tehát mondjuk egy Egyiptomba bármennyire is pozitívabb a helyzet, mint mondjuk egy húsz évvel ezelőtt, azért ott még elég rendes, rendes, problémák vannak. Családjog területén, jogállam területén, azért ez az Izraelben nincs meg. Sőt, ugye nemrég néztem a felméréseket, Izrael a jogállami indexben még mindig az Egyesült Államok előtt van ilyen 20. hely környéken Magyarország, ilyen 40-50. Tehát, hogy azért az Egyesült Államokat kvázi predesztinálja ez arra, hogy Izrael támogassák. Te hogy látod ezt a belső polgárháborút, ami most ismét megosztja az Egyesült Államokat? Kérlek szépen, azért azt is tegyük hozzá, hogy mindenek nagyobb a füstje, mint a lángja, ami azt jelenti, hogy Magyarországon is voltak már diáktüntetések, amitől általában, minden diáktüntetésektől az átlagosnak sokkal jobban megszokott írni a aktuális kormány. Tehát, de valójában ezeknek a, tehát úgyis van nagy a feszültség, de kicsi az áramerősség, ezt a mérnök emberek jól értik ezt az összefüggést. A szóval, de tényleg riasztó és ijesztő tud lenni. De! azért az Egyesült Államok nem arról híres, hogy már a polgára itt különösebben izgatná, hogy mi történik az USA határain kívül. Tehát azért ez egy nagyon szűk réteg, aki ebben nem hogy állásfogal, hanem ilyen szélsőségesen aktív részvételrel foglal állást. De Óhatatlanul ez nagyon tudja irányítani, befolyásolni a közvéleményt. Tehát még azok is, akik nem foglalkoznak külpolitikával, was that, mi ez, mi ez, mi az? elkezdenek nézni és foglalkoznak dolgokat. Nem értik, de attól még úgy foglalkoznak vele. Ugyanakkor azt szeretném elmondani, hogy Izrael esete az ezer egy oknál fogva, már eleve a bibliai meghatározottság később, ugye 2000 év után, addig is volt mindenféle programok és zsidóüldözések, és ebből millió egy probléma volt ő, Európa szerte, mindenütt a Földön. Nem beszélve arról, hogy é, amikor ugye Palesztina lett kijelölve tulajdonképpen Izrael megalapításához, nemzetközi értelemben, hát ezt nem az ottaniak akarták, ezt ugye a világ többi része döntött el, azért ez belecsattantám a Bibliának abban a részében, hogy ott azért ez, ez előre van vetítve, hogy ott, ott újra mm -hmm. egyesülni fog a zsidó nép. Ráadásul még azt is tudni kell ehhez, hogy miért hát nagyon félreértenénk, hogy azért a zsidókat nem pont de az egész közel-kelet összes országában részint szét de részint vissza is hívtak oda. Tehát Irán, Irak, Szíria, mindenütt voltak zsidók, akik aztán ugye a, élve a lehetőséggel mentek ugye Izraelbe. Meg az, hogy akik maradtak Európába az a... Meg maradtak Európába, usa mindenütt az ég. Tehát gyakorlatilag, amíg a közel-keleten ezenből is Izraelben történik, az, az, az óhatatlanul ába világpolitikai jelentőség. Ilyen a történelem, meg a vallás, meg sok minden. Na most azért az Egyesült Államok és Izrael sorsában van annyi közös, hogy modern értelembe véve mind a kettő egy bevándorlási pont. Az USA is. Tehát ők ezt rohadtul tudják, tehát a ottani színesbőrűek nagyon tudják azt, hogy nekik az őseiket Afrikából hordták át, és nem azért az indiának nagyon tudják, hogy őket meg kiirtották, tehát szóval ott, ott, azért van ennek kemény emléke. Ez körülbelül olyan, mintha azt mondanám, hogy Magyarországon még mindig azon menne a lázadozás, hogy mi történt az itteni avarokkal, meg longobárdokkal. De. Amúgy egyébként nagy valószínűséggel ugye asszimilálódtak, de ez most csak egy feltételezés, de volt azért itt az ügyben vérengzés. Tehát... talán annyi különbség van, hogy az Egyesült Államok úgy ment oda az a saját területére, hogy ott ugye semmilyen történelmi jogalapja nincs, hogy ott van Izrael esetében, hogy ezért van egy Igen. történelmi jogalap. Tehát ez, ez ez... még, még súlyosbítja a helyzetet, ez így van, ez kétségtelen. Na de ezt ez csak azért mondtam, hogy, hogy eleve a dolgok felfogása tekintetében azért nem egy per tehát, hogy mondjam, az ENSZ főtitkárnak van egy elhíresült mondása mindig, amikor történik valami konfliktus, hát azért ez nem előzmény nélküli meg nem légüres térben történik a sztori, tehát ott azért az a tér, ahol történik ez az ügy, ez ott. Na most Amerikai Egyesült Államokban minden jogállamisági, meg nem tudom milyen vitadacára az emberek milyen hiszik, hogy ott sajtószabadság van. Lehet, hogy neked más a véleményed, meg nekem is, de mert ott a sajtószabadság az inkább a tőke szabadsága, vagy a tőke szólás szabadsága, vagy nem tudom micsoda, ennek kell ezt mondani. Igyekeznek pont balosnak beállítani a jelen Legi, meg kommunistának, meg nem tudom, minek, ugye Joe Biden-t, meg általában a demokratákat, azért ez az európai értelműt kommunistától enyhén szóval piszokt távol van. De ezzel együtt, ugye szoktak mondani, hogy minden, amennyiben baloldali számukra baloldal magyarul demokrat az elnök, akkor az elnökválasztás előtti fél éve zavargások vannak, és ezt a baloldali intézi. Tehát ez egy ilyen dogma. Szerintem nem. É, még akkor sem, hogyha e, például olyan dolgot akarnak ráaggatni a baloldalra, mint mondjuk ez a vók, meg, 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 ezek az identitás őrületek. Szeretném elmondani, hogy például a modern európai baloldal, mint például az én pártom, az igen szolidaritás Magyarországet mozgalom, mi egészen konkrétan úgy elhatárolódunk ezektől a e, storiktól, hogy, hogy az valami el. Tehát, hogy nálunk nincs ilyen LGBT őrület, meg, meg vók őrület, meg minden. Mi ezt elég kritikusan nézzük, mert mi azt mondjuk, hogy oké, okay, virágozik száz virág minden legyen, ebből a szempontból nyitottak vagyunk, de azért a fókuszt mi szeretünk megtartani az emberek jóléte környéken, tehát mennyi a fizetésed, hogy ilyen egyszerű a fogalma. Hát, pragmatikusan. Szóval ilyen pragmatikus dolgok, aztán utána. Hát, az egyes palamákban, amikor a marxizmus vegyült a, nem tudom, a pszichológiával, meg Éj. ilyenekkel, és akkor a létrejött ez a neomarxista maszlag, ami a, liberalizm, ugye a modern liberalizmus és a klasszikus marxizmusnak a találkozása. Tehát így lehet, de egyébként nem lehet sehogy sem, leírni. Én próbálkoztam tegnap egyébként így utána nézni, hogy mi is ez a neomarxizmus, de Föfoghatatlan... semmilyen definíció nincs, nincs rá. Nincs, nincs. Annyiféle van a hány ember. Ez körülbelül, nagyon, nagyon köszönöm, hogy ezt mondod, ez nagyjából így van. Ráadásul még a marxizmus sem nagyon van köze, ezt azért még úgy tegyük hozzá. A neve. Ja, a neve. Igen, 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 az igen. No, elég az hozzá, hogy Gyakorlatilag ugye ott azért az Egyesült Államok is fontos, ez a bevándorlási aspektus, mert nagyon sok arab gyökerekkel és nagyon sok izraeli gyökerekkel rendelkező család van, ha nem is maga az adott diák, de a szülei vagy a nagyszülei, ugye családi emlékek, és stb. És stb. Mi több, még úgy is keverednek a dolgok, hogy rengeteg olyan zsidó közéleti szereplő van az Egyesült Államokban, aki az arabok mentén, a palesztinok oldalán szólal meg. Na, te még fordítva is hallottam ilyet. Tehát, eh, itt azért az, hogy te zsidó vagy, ez nem feltétlenül predestinál arra, hogy te izraeli párt, izrael párti vagy, és fordítva, de ebből aztán jönnek a gőizék, mert azért mégiscsak eh, nagyon kemény antiszemita szövegek indultak el az egyetemeken, ezzel ellen eh, kezdtek el fölépni az egyetemi vezetések. Eh, de ugye hát az internet korában ott ezt mondták, akkor én is azt mondom itt, tehát azért megy ez az, az egyeztetés, hogy ki mit hogyan mond, ha más nem hallomásból. És ugye az volt a probléma, eh, szerintem, hogy december óta, mert ez azért nem most kezdődött, hanem már ugye amikor, amióta Izrael úgy döntött, hogy bemegy Gázába, onnan szabadult el a pokol tulajdonképpen, és akkor a különböző szenátusi, kongresszusi főtestületek, de az államokban is ilyen olyan, amolyan vizsgáló székek, meg nem tudom mik, berendelgették az egyetemi vezetőket magyarázat véget, ezek meg ugye, hát azért döntő többségük ezek egyetlen vezetőnek, egyetlen vezető, de nem politikus. Magyarul az ilyen 5-6-8 órás meghallgatások során előbb-utóbb fáradtságból elkezdtek hülyeséget beszélni egyik másik. Ilyen elszólások, ilyen véletlen indulatok, ez a fáradtságból fakadó, zárjuk már le, legyen igazad, rá, hogy a magyarul hülyeségek tömkelegét kezdték el beszélni a nyilvánosság előtt az ügyben illetékes vezetők. Politikusok is és egyetemi vezetők is, amiket aztán elkezdett interpretálni a diákságnak az éppen adott hányoda a magyarul, kialakult egy irgalmatlan botrány, és ma már igazából annyiban tisztult a kép, hogy az látszik, hogy ma már az egyetemi vezetők sem nyilatkoznak, mert tudják, hogy csak hülyeséget lehet mondani itt az a történelme. Ők sziklaszilárdan arra az álláspontra helyezkedtek, hogy jó, értjük a tiltakozás, szólásszabadság, sajtószabadság, ez minden rendben van, de konkrétan azért egy határon túl nem lehet akadályozni az oktatói munkát, főleg nem másoknak a oktatásban való részvételet, mint például ugye a zsidó diákok jelen pillanatban frászt kaptak, hogy menjenek be, meg fejbe vágják őket, nem vágják őket fejbe. Tehát megfélemlítéses körülmények között azért rohadt nehéz oktatási, meg tanszabadságról, meg nem tudom miről beszélni. De ez szerintem le fog zárulni valahogyan. Minden esetre hát ugye Amerikában azért Sokáig megy a cirkusz, előbb vagy utóbb azért a hatóságok lesznek urrá, tehát igen, hát sok ezer embert le fognak tartóztatni, ez nem úgy van Magyarországon, mert csak letartóztatják, azt óvadék kell, azonnak is engedik. Tehát más, máshogy van ez, ott a letartóztatás, ez, ez, az őrizetbevételnek inkább a szinonimája. Tehát több ezer diákot be fognak vinni, mint 5 órára, 6 órára, 8 órára, szabadon engedik, mindenki levonja ebből a következtetéseket. De ahogy Amerikában lenni szokott, a hatóság ugyan győz, de a politika azért igyekszik le a tanulságokat. Tehát úgy gondolom, hogy ez, 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 a nyár elejéig le fog valahogyan csengeni. Ez nyilván az kell, hogy az Egyesült Államok egy kicsit Amire van is egyébként utalás, tehát Joe Biden már számtalan alkalommal, vagy inkább mondjuk itt számos alkalommal intette az Izrael felető önmérsékletre. és még ha meg is érthetjük, technikai értelemben, azért az az üvöltő tény, hogy mennyi halott van Gázában, az, 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 az bocsánat, elfogadhatatlan. Még akkor is a realitás. Tehát értem, hogy nem tudom föltámasztani azokat az embereket, gyerekeket, stb. És értem, hogy az az emberek és gyerekek között nehéz különbséget tenni, ki volt a katona, ki nem, izé, izé. Meg ott már a 6 éves, 8 éves gyerekek követ dobálnak. Tehát nagyon-nagyon-nagyon összetett, bonyolult ez az egész történet. De, de, hogyha most a nagy képet nézzük, mondjuk a holdról nézzük, miért kellett megölni 15-20 uh, ezer embert? Tehát azért ez, ez, ez egy. Uh, dolog. Még akkor is, ha ezt egyesek próbálják relativizálni, hogy há, -há Szíriában. csak az arabok egymás között 300 ezeret öltek meg, hát akkor mehő, ez mennyivel jobb. Nem, nekem egy is sok. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy valóban belátva, és nem akarok tanácsokat adni meg, meg minden, a világ nehezen visel, és nem tudja elviselni az öldöklést, különös tekintettel a népírtást, ami egyébként hát sajnos máshol is van. Ö, így van, viszont még mielőtt egy népításról beszélgetnénk, térjünk rá Macron, illetve scholz a tárgyalására. Ugye meg fog érkezni nem sokára május, ö, talán pont két-három nap múlva Xi Jinping kínai elnök, és hát Magyarországra is el fog látogatni, de miért Magyarországra jönne, Franciaországba fog lenni egy-két-három napot, ahol tárgyalni fog Emmanuel Macron és a két oldalú kapcsolatokról. Ugye a Xi Jinping látogatása sok kérdést felvet, hiszen azért mégis globálisan véve az Egyesült Államok Szövetséges Európa és az Egyesült Államok legnagyobb ellensége Kína. Tehát lényegében az Egyesült Államok legnagyobb szövetségese találkozik az Egyesült Államok legnagyobb ellenségével. Te mire számítasz a Macron-Xi Jinping találkozóról? Ez az első kérdés. A második kérdés pedig az, hogy um, szerinted ki ma Európának a vezetője? Hiszen ha látjuk, hogy Macron és Scholz leülnek beszélgetni, akkor úgy látszik, hogy vagy mindketten megosztva vezetik Európát, vagy csak Macron, vagy csak Scholz, azért Merkel után nehéz olyan embert kijelölni egy Európa vezetőjének, aki hasonlóképpen olyan karizmatikusan tudna fellépni Európa érdekében, mint Merkel. Akkor ez a két kérdésem lenne hozzád. Kérlek szépen, egyrészt ugye én igyekszem a dolgokat, ezt már többször is emlegettem, de a kedvére hadd ismételjen meg még egyszer. De... Nem vagyok elemző, de azért hajlamos vagyok a reverse engineeringnek, tehát a visszafelé, visszabontó jellegű mér, politikai mérnökösködésnek egyféle hívó, vagyok. Tehát előre nem tudom megmondani, hogy mi lesz, de amikor bekövetkezik valami, utólag visszatekintve meg tudom magyarázni, hogy mi történt. Ami ez világon minden, minden lenne, így van, tehát ez nem egy, nem egy ördögtől való történet. No de, és ez azért fontos, mert a Kína hagyományosan, de még bizonyos mértékig Franciaországra is rámerem mondani, hogy ez két olyan ország, amelyeknek a vezetői meghatározottságoknál fogva hajlamosak a hosszú távú gondolkodásra. Kínában ez év, több évhez szerintes hagyomány. Tehát ők, ők ott, 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 olyan értelme, megállt az idő, hogy... Hogy, hogy amikor ők visszagondolnak, ők 5000 évre gondolnak vissza, és nekik megvan ez ügyben a történelmi kontinuitásuk, folyamatosságuk, emlékeik, írott emlékek, stb. 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 Tehát ők ezt megszakítás nélkül érzik ezt az 5000 évet a maguk kulturális meghatározottságában. Európa ugye ilyen 1000-2000 év, tehát azért ez a marhasok. Hát jó, most, hogy a római birodalmat ide veszük, akkor is 2500 a legrosz, legnagyobb kitekintésben, mert a görögökkel együtt. No de, a, a tehát a távlatos gondolkodás, ami egyébként Európában sajnos hiányzik, itt sokkal inkább a pillanatok határozzák meg a dolgokat. Mert itt vannak választások. Igen, például. De hát ez jellemző is, hogy, hogy, itt választásra választásra vergődünk, és Európai Uniót az a izé, vicc az egészben, hogy minden hónapban van valahol valamilyen választás, és akkor mindenki igazodik valami egyhez, aki, aki és mindenütt a belpolitika határozza meg. Tehát most tulajdonképpen egy, csak egy érdekes pillanatképet szeretnék mondani, hogy Magyarországon ugye van ez a Tisza jelenség, és a helyzet az, hogy a külvilág, erre nem úgy néz, hogy most dönten érdekelné, hogy itt mi van, vagy mi nincs. Mi, ők azt veszik le, hogy itt az új törekvéseknek a külpolitikai leképezésében semmilyen változás nincs, tehát hogy még hogyha bárki venni át a nem tudom mit, egy-két nüanszos pontot leszámítva, ugyanaz a vonalvezetés menne tovább Magyarországon, tehát például a Magyar Péter Orbán Viktor külpolitikáját követni, ez nagyjából ki lett fejtve, le lett szögezve, nincs ez ügyben semmiféle. Mert az nem különbség egyébként, hogy most Európai Ügyészség vagy nem Európai Ügyészség, ez egy nagyon kellemetlen, hülye vita, de érdemben ez az égvilágon semmit nem befolyásol a európai folyamatok szempontjából. Legfőbb Magyarország tud ráfázni, de hát most ez mindegy. Ez nem tétel a többieknek. Bocsánat, simicskóta tudjuk, hogy ugye a hülyének lenni az emberi jog. Na, tehát. A, a helyzet az, hogy itt két olyan vezető van, akik e, e, hosszú távra hajlamos gondolkodásúak, és ugye a e, Macronék, vagy Macron elnök, most a több hullámban, azt hiszem 2017-ben először a Szorbonon, meg ugye most megint a Szorbonon, elővezette ezt az európai stratégiai autonómiát, vagy, vagy integritást, vagy, vagy szuverenitást, ez nagyjából fogalmak, ami hát látszólag sok mindent jelenthet, ezek az ez ilyen nagyon hangzatos kifejezések, mindig arra jók, hogy mindenki azt lát bele, amit akar, mert elég tága mozgástér. É, tehát ez az azt jelenti, hogy egyfelől kell és tud mutatni Kína felé a francia elnök egy nyitottságot, de nem, nem, nem feltétlenül közelséget. Tehát ez a távoli jóbarátként értelmezni a kínaiakat, és azért távoli jó szeretné értelmezni az amerikaiakat is. Nem, azért emlékezzünk arra, hogy ö, Franciaország életében volt egy olyan pillanat De Gaulle esetében, amikor 48 órát adott a nato hogy takarodjon Párizsból, és hagyja, mert ott Párizsban volt a nato a székhelye, hivatal, és akkor költöztek át Brüsszelbe a NATO-sok. De Gaulle elnök között 48 órában a fiúk lányok ki innen. Kidobta őket egy az egyben, mint több ott még egy más jobb a húzása. Tehát, szóval hogy a franciáktól el, meg, nem, nem meglepő, hogyha ilyen, ilyen ö, integritási problémáik vannak. Viszont nagyon szép gesztus, hogy előtte most ugye elmennek valami étterembe vacsorázni a házaspárok, tehát a Macron házaspár, illetve a Scholz házaspár. Ami viszont befelé, Európa felé nagy üzenet, hogy na, na azért a tandem megvan. Tehát hiába megy ő, Franciaországba ö, a kínai elnök, ott fog találkozni a német állásponttal is. Ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon ügyes ö, gesztus. Tehát... Az Európa, Európa két legnagyobb hatalma. Így van. Ami megint csak azt, azért ne felejtsük el, hogy Macron elnök nagy valószínűséggel, legalábbis matematikák nem nagyon látok más mozgásteret neki, mint az, hogy ő 2017 után, amikor neki lejár a stalluma, 18-19-től fölfutó jelleggel, de legkésőbb 19-ben egészen konkrétan az Európai Unió ilyen-olyan-olyan olyan szintű vezető, egyik fővezetője. 29-ben. Bocsánat, 29-ben, elnézést, köszönöm szépen. Tehát mához képest 5 évre neki a következő állás az az európai valami lesz. Tehát most az Európai Bizottság elnöke, vagy az Európai Tanács elnöke, Isten tudja, minek az elnöke lesz. De az biztos, hogy valami top pozíciója lesz az Európai Unió. Én ráadásul nem is tudjuk, hogy addig milyen pozíciók lesznek az Európai Unióban. Első konzul. Mert, mert igen, mert itt <laughs> megy ez a reform történetet, itt még az is sok minden lehet, de lényeg az, hogy a leginkább meghatározó vezetői posztra predestinálja magát Emmanuel Macron, amiben hát minden esélye megvan, ezt tegyük hozzá. Tehát, és ő ennek jegyében ő próbálja most intézni ezt az egész dolgot. Most még egy dolog, amit, amit, amit én most nem, nem akarok, mert mondtam, hogy mindig visszafele kell nézni, tehát egy politikus azért vonja már le bizonyos következtetéseket a jövőre vonatkozóan is. Nem jóslás, de bizonyos következtetések. Ugye a német autóipar minden ügyesség ellenére egy nagyon komoly pofont kapott, azt tudni illik, vagy tudni kell hogy a nagy európai autógyártók jelesül legfőképpen például az Audi meg a Mercedes, ezek Kínában már nagyon régóta gyártóüzemeket tartanak. Az Amerika kevésbé a Tesla volt, azt hiszem az első, amelyik egy masszíva beruházásokat tett, és cserébe ugye a kínaiak is teszik a különböző beruházás, autóipari beruházásaikat Európában, meg, meg máshol. Ezért is jön állítólag Magyarországra az elnök, hogy a Szegeden nem Pécs, Pécset, Pécset, Pécset valami, van megvan, de Pécset egy megint másik, tehát még egy nagy kínai autógyár akar létesülni, vagy fog, vagy ez a pletyka. Tehát magyarul ez a mobilizáció és az autóipar, ez valahol nagyon ott van ám a háttérben, és gyakorlatilag én azt hiszem, hogy, hogy a, a a megbeszéléseknek az iparpolitikai, ipari része az így úgy amúgy nem így az autók körül van. Itt így a védővámokkal való fenyegetés, importkorlátozások, tiltások, vegyes közös üzemek, itt közös üzemek, ott. Íze. Tehát nagy a forrongás ebben az egész dologban, de én úgy látom, hogy a németeknek a kitörése az nem az akkumulátoros autók felé lesz, hanem az úgynevezett szintetikus üzemanyaggal hajtott autóknál. Ott erre látom a legtöbb fejlesztést. Ezt a, a hallgatók kedvéért csak megerősítés elege, szintetikus benzinnek hívják azt, vagy dízelnek tök mindegy, amit a levegőben lévő szennyeződések kivonásával és zöld energiával állítanak elő, tehát magyarul nullas, nullás a kibocsátási mérlege a történetnek, amúgy egyébként ugyanúgy beletölthető bármelyik használatos autóba, tehát én értem, nem kell temetni a dízel, nem utolsóban, én látok arra okot, hogy a németek erre való hivatkozással kaptak kivételt, vagy szereztek, vagy mindenki számára szereztek kivételt az Európai Unióban, mert ugye betiltották először a robbanomotorokat. És csak elektromos, majd most ugye a kompromisszum az lett, hogy kivéve a szintetikus benzin. A szintetikus benzin egyébként nem egy ördöngös történet, mert ez még nagyon komoly nyers erőforrás lehet Európában, a technológiai értelemben, mert ugye a olajszinten be kell hozni araboktól, amerikaiaktól, oroszoktól, ahol van, Nigériából, meg nem tudom honnan mindenhonnan be kell hozni, viszont a szintetikus üzemanyag az előállítható itt Európában. Nem utolsóban megvannak a zöld áramtermelő kapacitások, nem utolsóban itt is van légszennyezés, tehát van honnan kivonni ezeket a szénalapú vegyületeket. És jelen pillanatban ipari méretekben is ma már csak ötször olyan, csak, ötször olyan drága a szintetikus benzin, mint a valódi. Na de hogyha ez nagyobb skálán, tehát nagyobb, Üzemi nagyságrendben van plusz technológiai fejlesztés, tudjuk nagyon jól, ugyanúgy, mint az akkumulátoroknál, hogy eleinte ez egy marha drága dolog volt, ma már kvázi fél éres ügyé változott, ám ugyanez lesz a szintetikus benzin. Tehát gyakorlatilag a szintetikus üzemanyag, hogyha beéri a, a, az arab olajkartel által diktált szintet, vagy esetleg az alá süllyed, akkor a német autóipar újra kilő. Én ezt gondolom. Tehát ebből a szempontból is van, amiről beszélni, és akkor még amire az én várakozásom, hogy azért ám a Kína és Franciaország biztos, hogy fog beszélni Ukrajnáról. A helyzet az, hogy ugye a kínaiak egyre inkább eldőlni látszanak az oroszok felé, tehát az oroszok támogatása irányába. Beszéljünk nyíltan, és én nem szeretem egyébként azt, amikor a közvéleményt is el, elkezdjük ízé szembe fogni, meg innen. Kínának gyakorlatilag hót mindegy, hogy van-e Ukrajna a földön, vagy nincs. Ez, ez, egy pici pont a életében, tehát fütyör rá, hogy most Ukrajnában mi történik. Nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy látja, hogy ebbe az ukrán háborúba az oroszok is belegebetnek. Azaz, lehet ebből egy nagyon komoly instabilitás az ő északi platform, ráadásul a világ kettes számú atomhatalma, hogyha megbillen az ő szomszédságukban, az Kínának piszkosul nem jó. Az nagyon nem jó. Tehát olyan szinten rendítheti meg a világ erő viszonynak a jelenlegi idézőjeles stabilitását, hogy, 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 gyakorlatilag ez komoly félelmeket ébreszthet Kínában, és azért mondják, hogy oké, okay, hát ha már az oroszok maguktól nem akarják abba hagyni, akkor legalább veszten Ukrajna, azt legyen béke. Tehát kvázi ugyanez, mint a magyar álláspont, sőt, megkockáztatom, a magyar álláspont egyébként alapvetően a kínai álláspont. Kínát igyekezünk segíteni, nem Putyint igyekszik, Orbán Viktor, igyekezünk a fenétén, nem, de Orbán Viktor szerintem nem Putyint akarja támogat nem Kínát, ő Kína felé udvarol azzal, hogy előre tudja a nagykövet diplomácia, mit a meg sugások alapján, hogy merre kell menni. Tehát Orbán tulajdonképpen nem Putyin pincséje, hanem Xi Jinping pincséje. Sárkánya. Vagy sárkánya, vagy mini sárkánya, vagy nem tudom mi az is. De miközben Kína szempontjából Magyarország ugyanolyan érdektelen, mint, mint Ukrajna. Hát Magyarország az mit tudom, max. luka kerítésen. A, 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 a luka az mindaddig fontos, amíg, amíg, kívül vagy. Amikor már belül vagy, az, nem már fütyülsz arra, hogy melyik lukon jöttél be. Tehát Magyarországnak ez, ez egy nagyon, nagyon pici, tehát én igazából nem értem. Gyakorlatilag olyan szinten kell elköteleződni ahhoz, hogy egy, a, valamennyi morzsa lecsapodjon nálunk, ami, ami szerintem nemzetstratégek nem éri meg. Inkább kéne a csordával együtt, tehát az Európai Unióval, akár Macron elnökkel együtt haladni, vagy az ő álláspontját közösen kialakítani, és a többi, és a többi. De hát most Orbán látszak boldog, oda is, Párizsba is megy, Budapestre is, ha, 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 itt Hawaii, de azért megint a hosszú távú gondolkodás, itt fölsejlik egyébként Orbán Viktorban a hosszú távú gondolkodás, amit én dicsérek, csak éppen rosszul, amit viszont nem dicsérek. És akkor ugye beszéltünk, hogy lesz szó egy bizonyos népjátásról, mészállásról. Sajnos, igen az ENSZ népírtásnak minősítheti a sebrenicai vérfürdőt. A Nemzetközi Bíróság már évtizedekkel ezelőtt népírtásnak minősítette a 8000 sebrenicai férfi és fiú lemészeleset. ennek az a kontextusa, hogy ekkor volt a jugoszláv háború, és a szerbek megöltek 8700 bosnyák fiút és férfit. azt írja ez az Index cikk, hogyha ténylegesen az ENSZ közgyűlése megszavazza azt, hogy ez népírtás, akkor Szerbia olyan lépéseket tehet, amik nem a világ stabilitása felé mutatnak, hanem inkább a felé, hogy egyre instabilabb a világ, és a Balkán is egyre instabilabb lesz. Ugye fenyegetőztek azzal, hogy kilépnek az ENSZ-ből. Nem az ENSZ-ből. A, a, ez egy közkeleti félreértés, ezt sajnos máshol is hallottam, hogy Bosnia-Hercegovina ez egy államszövetség van két államszervezet, egy szerb köztársaság, vagy egy bosnyák köztársaság, most más a nevük, de lényegét tekintve. És úgy államszövetség, hogy az ENSZ külön megbizotja, idézőjebben ilyen interfész, amelyik nem államfő, de olyasmi, majdnem olyasmi és ők ott akarják hagyni, tehát ketté akarják szakítani Bosznia-Hercegovinát. Ez az igazi baj, hogy kilépnének az ENSZ-be, az kit De ők innen akarnak, a szomszédunkban akarják fölrugni ezt az államszövetségi történetet. És ugye ez azért baj, ha jól tudom, hogy ugye a bosnyák szerbeknek a területe az nem egy összefüggő terület, tehát Bosznia közepén, a bosnyákok közepén is van egy szerb. Majdnem hatlan. összeér két karéja a szerb de nem ér össze. Tehát ez két, úgy, ahogy mondod, ez, ez kettő darab. Tehát éjszakon délre, most nagyon lehet, és középen van Bosznia. Ami a vallásilag is más, ugye, mert azok zömmel muzulmának. Na most a helyzet az, hogy miért olyan fontos, hogy most népírtás vagy nem népírtás. Azért írtóznak ettől a, a, a politikusok, mondjuk így, vagy azért prüszkölnek irgalmatlan erővel. Ugye az a népírtásnak van az ENSZ által elfogadott definíciója. Megjegyzem, Magyarországon szinte egy az egybe ezt vette át a magyar törvényhozás, hogy mi a népírtásnak a definíciója. Nem fogom most elmondani, majd utalni fogok erre, de az a lényege, hogy például már az is népírtásnak minősül, hogyha gyerekeket, hangsúlyozottan gyerekeket, erőszakkal áttelepítenek valahova máshova. Ebből a szempontból, ami Oroszországban történt, az ugye, hogy az ukrán, most mindegy, hogy árvákat, meg kiket, meg megfogtak tízezrével gyerekeket, és elvittek Oroszországba. Ez népírtás. Ez a definíció szerint népírtás. Mint ahogy ott is népírtás volt, már ugye azzal védekeznek, hogy Hát az nem, hogy lehet az népírtás, ahol csak férfiak, meg fiúk az áldozatok, a nők, meg az idősek, meg a gyerekek megúszták, hát a mennyire, hát ugye több ezer megerőszakolt nőről beszélnek a, a, a beszámolók, tehát azért na, szóval, plusz Ugye meg, meg ott vitatott, hogy egyáltalán az a sok halott mitől lett, mert a szerbek azt állítják, ó, hát ezeknek a többsége harcban esett el, ez nem is kivégzések áldozata volt. Hát biztos voltak atrocitások, azért bocsánatot is kértek egyébként, ezt tegyük hozzá, de a népírtástól azt azt nem. Azt, azt Amikor a népírtásnak egy fontos eleme az, hogy ugye egy adott nép ellen irányult, tehát hogy nem Igen. csak úgy random össze-vissza, hanem egy, egy Igen. nemzet vagy egy etnikum Igen. ellen. Igen. És itt egy hosszú napokon át, Spontán, ötösével, tízesével, hol hajnalban, hol délben, hol este, hol a folyóparton, hol a házakban öldözték a, házakba, a, a muzulmánokat. Nagyon sokan öngyilkosak lettek, egyszerűen nem bírták a terrornak ezt a fölfogozott pillanat. nem tudtak menekülni, végig kellett nézni, mit tudom én a nők, meg, saját nőik megerőszakolását, anyjukét, gyerekükét. Ez, ez, Borzalmas. És tehát magyarul eddig is a, nyolc 8000 emberről beszélnek, de a 6000-re teszik azt, amit perképesen tudtak bizonyítani, hogy ez ekkor, akkor így, úgy, amúgy. Tehát ez -e, erős bizonyítékok vannak a dolgok de azért írtoznak a népírtástól, ugyanis az el nem évülő háborús bűn. A törökök például ugye több mint száz éve tiltakoznak, hogy ők semmiféle népírtást nem csináltak az örmények ellen, nem a fenét nem, de minden létező török rezsim, mert ugye ezek egymásra épülnek, és amennyiben elismernék, hogy népírtás, akkor háborús bűnösnek kéne a saját elődeiket, hogy tekintsék. Magyarországon ez sokkal egyszerű, mert szállásaikat háboros háborús bűnösnek minősítették, meg is történt, ami megtörtént, ki is végezték, stb. Meg Jugoszláviában is azért rengeteg vezetőt, ugye hága elé izé, jó, hát kivégzés az kevésbé, de né, ugye börtönök tömegét kapták ott a különböző egykori jugoszláv vezetők. Ezzel együtt a mai vezetők nem ismerik el a népírtást, nem akarják el ismerni a népírtást tényét, mert ezzel gyakorlatilag a saját születésük, a saját gerezisüket háborús bűncselekményre kell, hogy visszavezessék, ami óhatatlanul millió egy következményen jár, minthogy el nem évülő, tehát még azért Meghasonlás ez a, például az például Tehát ezért van az, hogy foggal körül már ragaszkodnak ahhoz, hogy ne. Viszont minek utána az ENSZ nem most, régóta ö, ö, egyazon mérce szerint méri, hogy mi a népírtás, mi a nem népírtás. Mi több, ahogy te is mondtad, 2005-2007 környékén a, 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 a Nemzetközi Bíróság is kimondta, hogy, hogy ez az. Most 20 év után jutott el a politika vita oda, hogy ez kap egy politikai, kap hat egy politikai pecsétet, hogy akkor ez népírtás, ami viszont azt mondja, a szerv, azt mondatná a szervek, akkor fölrúg minden olyasmit, ami a, amit az ENSZ csinál, például ezt az államszövetséget. Viszont hát ugye ennek meg lenne az a rettenetes csúnya következménye, hogy időtlen időre lenne napolva az egész balkáni integráció, az európai integráció legalábbis Szerbia, Bosnia, Hercegovina vonatkozásában tuti, de hát azért ott még van egy-két másik ország, most Albán, a, a Montenegró, tehát a Nyugat-Balkán, az még lehet kérdéses, bár ott is vannak ugye szerb kötődésű problémák. Összességében nem kizárt az a mondat, hogy akkor gyakorlatilag a mi életünkből befelegzett a balkáni bővülésnek, vagy legalábbis nagyjából hosszú-hosszú-hosszú évekre kitolódik. Ez egyébként Magyarország számára, vagy Orbán Viktor számára egy kapitális kudarc lenne. Mert ugye itt is erről van szó, hogy oké, okay, én értem azt, és egyet is értek azzal, hogy Magyarországnak sokkal többet kéne foglalkozni a balkáni relációkkal. A történelmekben sokkal-sokkal több a balkáni kötődésű esemény meghatározott, stb., mint amennyit mi, ugye mi főképpen áll a nyugati orientáció, miközben mégiscsak azért rengeteg balkáni kötődés történés van, ha más nem mondjak, ugye például a monarchia szétesése és a balkánhoz kötődik, tehát ugye, meg, meg, hát a török megszállás, na, vagy hódoltság, Erdély, ugye, csiliárd dolog van, ami minket odaköt. Viszont, hogyha Magyarország vagy a magyar kormánynak van valamekkora a befolyása a déli irányba, akkor ezt a teremtésre kéne fordítani, és nem pedig az, hogy egy oldalon valamelyik fél mellé odaállni. Hanem, hanem az, hogy, 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 mindenkivel beszélni, a bosnyákokkal, a szerbekkel, nem csak egy oldalon a szerbekkel, meg ugyanez igaz a ukrán-orosz viszonylatra, hogy békepárti Orbán, amit ekkora hülyeséget hogy lehet mondani, hányszor mondta az oroszoknak, hogy menjetek haza. Hányszor mondta Orbán Viktor, hogy ruszkik haza. Hát mit keresnek Ukrajnába? Mit? Semmit. Hát semmi jogalapjuk nincs Ukrajnába lenni. Most én értem, hogy ha már bementek, akkor így van, úgy van, meg a hadi meg ha nem tudom, micsoda, meg a történelem, de pro forma a mai nemzetközi státuszok szerint semmi keresni valójuk az ukránoknak, vagy az oroszoknak Ukrajnába. Miért nem mondják, Orbán Viktor nem hallottam még nyilatkozatot, hogy hello Vlad, mennyi haza? vagy Vladimir, vagy mit hogy kell nevezni, becézni. De Bezzeg, ott meg ment a, íze, jaj, hát én Ukrajnával nem beszélek, jaj, hát én a Zelenszkijel nem beszélek, jaj, hát én így, jaj. mindenkivel kéne beszélni. Én nekem semmi bajom nincs az, hogy Magyarország beszél az oroszokkal, de az ukránokkal is kéne, a szerbekkel is, a bosnyákokkal is. Az, hogy az a béketeremtés, amikor te mindenkivel beszélsz, az összes létező érintett fél, és próbálsz valami pozitívumot csinálni. De az, hogy odász, hol, kinek, mikor, melyik, most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy egy ilyen szláv ortodox hozzáállás, vagy barátság mutatkozik, meg akár oly módon is, hogy a szintén szláv hátterű lengyelekkel örök meg nem tudom, mi minden bontakozik ki. Szóval, na, egy mint száz, én azt gondolom, hogy, hogy ez a mozzanat, amire te utaltál, ez az összes döntés, és az abból fakadó fenyegetések, meg annak a beváltása, az olyan szinten instabilizálja a, a még akár Magyarország állapotát is, ami, ami szó szerint blokkolni tudja az a fejlődésünket. Ez volt az Európai Visszhang Tibor, Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt és a rendelkezésünkre álltál, és köszönjük a figyelmet a kedves hallgatóknak. Viszont hallásra, viszont Köszönöm.